Ha most vásárolsz egy PGDN-es terméket, akkor kapsz mellé egy Antlam aláírt ajándékkártyát is. Ha szeretnél menő PGDN-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. követőm után fogok PGDN-es termékeket sorsolni. Na sziasztok, srácok, én vagyok, és e-mail twink egy következő Minecraftos videóban. Sziasztok, hello! Hú, de nagyon furcsa. Tegnap nem volt ilyen videó, és így egy kicsit élő is vagyok szokva a videózástól, de se baj, megpróbálunk visszaszokni. Nos, kezdjük is bele a dolgokba. Amúgy nagyon visszahallom a hangomat, nagyon furcsa. Nem visszahallom a hangomat, de hallom, ahogy beszélek. Régen nem hallottam. Na mindegy, nem tudom, hogy jobban zárt a fülesen, fogalmam sincs, mindegy. Nos, menjünk bele a dolgokba. Hello mindenkinek, itt van ugye Kis, szokásán, szia Kis. Mindenki köszönjön neki, aki szeretne. Nem erőltem rá senkire, hogy köszönjön neki, de Kis azért örül, hogyha neki is köszöntök. De azért néha nekem is léci, szóval ja. Na mindegy, várjunk bele a dolgba. Menjünk el szépen dolgozni. Direkt felszerelkezem a biztonság kedvére, hogy nehogy valami gáz legyen. Meg ilyenek. Kis hozzuk szerintem magunkkal, ja. Gyere Kis, te is nyugodtan egy kicsikét kiösszegább levegőzni, amíg búzát aratunk meg ilyenek. Aztán ja, gyors, ezt szépen elintézzük, ezt az egy darab farmot. Szerintem nagyon nem is fogok most többet izélni. Én, ugye ez én izém, tehát minden falusnak amúgy van saját ilyen kis farmja. Ez én farmom, én ez amit én termesztek. És ja, nagyjából igazából röviden így ennyi. Szegény ember, hello, szia, szép napot uram. Jó napot, hello, miben segíthetek? Nem szeretne egy, mi az, nem szeretne egy kis pénzzel támogatni? Várj egy picikét, jó? Várj egy másodpercet, éhes vagyok. Tudok neked adni kaját, tessék. Ha esetleg az úgy megfelel, vagy nem tudom. Tessék, nyugodtan, meg minden. Meg jó, hát mindjárt jövök. Jó, várjon itt. Egy kis dia. Hú, de nagyon kéregetős. Na mindegy. Ja, mindjárt jövök. Egy pillanat. Jöjjön addig a házamhoz. Itt várjon meg, és akkor mindjárt jövök, és hozom a cuccokat. Jó, hát mindegy, igazából adok neki szívesen. Adom mondjuk neki egy ilyet, meg egy ilyet. Jó van, nem hiszem túlzásba, de mindegy. Na, parancsolj uram! Igazából így ennyi most így egyenlőre. Köszönöm szépen, nincs mit, és akkor hát további szép napot, meg minden. Az Isten áldja meg, hát köszönöm. Na jó van, további szép napot, viszlát, hello! Jó, oké, oké, segítettünk neki. Mindegy, most így jó embernek érzem magamat. Nagyszerű. Jó, gyors, ezt még visszavetjük. Így is van, nagyon jó. Oké, és meg is vagyunk gyors, ezeket lecraftoljuk egy kenyérré, meg ilyenek. Aztán aztán szerintem így nagyjából így ennyi lesz, amit én most így a búzáskodással úgymond így terveztem, vagyis úgymond a farmászkodással. Jó, ezekből meg is van szépen a kenyér, királyság, jó van. Nos, ezt szépen így lepakolom, nagyon jó. Hello. Szia, miben segítetek? Üdv, megint én vagyok. Hello, kérem, szükségem van a pénzre. Értem, és miben segíthetek? Vagy nem tudom. Mi az? Meg miért jött be a házamba? Most nem izé, nem adna egy kicsit? Előbb adtam önnek egy kis pénzt. Amúgy ez az olyan háza? Wow, igen, ez én házam. Előbb adtam önnek egy kevéske pénzt. Igazából, szóval, bocsi, de nagyon jól néz ki, hát köszönöm. Nem tudom, még egy, mit tudom én, egy smaragdot még adok önnek, de tényleg ez minden, mert nem tudom, nekem is kell, és azért, nem azért dolgoztam meg ezért, hogy csak elosztogassam. Kicsit körülnéztetek? Hát uram, most nem azért, de tényleg én dolgoznék meg minden. Aztán ez egy kicsit így érdekes, hogy csak úgy betör a házamba, meg ilyenek. És ja, hát meg nem tudom, igazából a cseszembe is turkál, meg minden. Szóval, nem tudom, igazából mit csinál? Mi a? Srácok? Kivette az utcaimat. Uram, visszaraknál kérem? Az nem az öné. Nyugi. Na jó, ez kezd egyre izébb lenni, tehát most csak megnézem őket közelebbről. Ne, légy szíves, tedd vissza, jó? Kedves voltam és adtam neked cuccokat. Nem kell, jó? Kicsit kölcsön veszem őket, ha nem baj. De baj, nem, uram, légy szíves, ne játsszuk ezt, jó? Tehát légy szíves, ne csináljuk ezt, kérem, rakja vissza, nem akarok tényleg balhét. Én értem, hogy magának rossz, meg minden. Ha, na akkor, szevasz, mi van? De, mi a? Na ne szívassatok.
Nesti, most akkor mit csinál? Mi a? Hova megy? Mi a? Ez most így komoly? Most ez komoly? Én segítettem neki is, ez az ára? Ellopta mindent elvitt kb. Kivéve a potikat. Istenem. Én nem hiszem el. Erre ment kis? Erre ment? Erre ment, tuti, hogy erre ment. De miért van a házam mellett neki valamilyen izéje? Ne nézzük meg, váljatok. Woof, a gyapja alatt van. Jó, értem. Itt vagy? Haló? Nincs itt. Hova ment? Mi az? Húzd meg a kart. Na jó, nem hiszem el, most komolyan ezt kell játszani. Jó, Istenem. Hát ez így nagyon-nagyon jó lesz. Na jó van. Gyors, essünk le. Jó. Oké, és merre kell menni? Sok sikert, Dani, Woof. Hát, köszi kis. De amúgy nem ültettem. Itt van kis, jó. Merre kell mennem? Ne! Ne! Jó. Oké. Arra TNT-k voltak. Aha. Na jó, nézzünk el ebbe az izébe. Na jó van. Nem tudom, merre kell menni. Au, bocsik is, hát nem tehetek róla. Gyerek is, gyere. Kapsz kaját. Jó, Istenem. Jaj, nagyszerű. Annyira örülök tényleg, hogy most ezzel az izével találkoznunk kellett. Jó, itt van jump. Szerintem erre kell akkor menni, ha csak nem szivatás az egész. Ki tudja. Most merre kell menni? Ja, látszatlan. Oké. Jaj, Istenem, srácok, miért nekem kell kifogni mindig az ilyen embereket? Én tök kedves voltam, és adtam neki pénzt, meg minden, és ezt kapom vissza, hogy ellopja mindenemet. Istenem, na jó, nem érdek, akkor is követni fogom, azért ezt nem fogom neki adni, mindent elvegyen. Azért ez nagyon gáz. Na jó van. Nézzük meg, keresjük meg akkor szépen, hogy merre ment, és próbáljuk meg tőle visszaszerezni normális módon. Nem akarom bántani meg semmi. Nem akarok tényleg ilyen gonosz lenni, meg ilyesmi. Szóval, ja, reméljük, hogy nem lesz semmi gáz, de mindegy, majd meglátjuk, és... Jaj, nem már. Ezek hogy kerültek ide, ezek a mobok? Ó, Istenem. Jó. Jó, gyorsan ezeket a mobokat megöljük, ezek annyira azért nem nehezek, és nem túl erősek. Jaj, kis beugrott, majdnem megütöttem. Jó, oké. Jó, még egy darab pók. Jó, meg még egy pók. Jó, oké. Jó, király, vasajtó, aha. És ide meg kell találni a kulcsot, gondolom. Jól van. Oké, akkor keresünk szépen kulcsokat. Nem tudom, hogy melyikbe lesz. De mi az? Woof, ebben már profi vagy, Dani, tudom. Nem, oké. Jól van, mindegy. Melyikben van a kulcs? Srácok, egyáltalán nem találom. Megvan, jó. Oké, megvan, kb. Az utolsóba találtam meg, amúgy ez annyira tipikus én vagyok, tehát, hogy az összeset átnéztem, és a legutolsó ládában ott van kb. Na mindegy, jó van, második. Mennyi van még? Még van ezután még egy biztosan. Hát jó, oké, megpróbálunk ezen többet is, srácok. Egy kicsikét nem tűnik annyira nagyon könnyűnek. Igazából, mert rengeteg ilyen kis cucc van. De remélhetőleg... Jaj, nagyon, hogy össze-vissza bugolok meg minden. Iszonyatosan nehéz, de miért? Hova rakták ezeket a kulcsokat? De komolyan mondom. Nem hiszem el. Hova rakta ez a izé? Csóri hajléktalan a kulcsomat. Nincs sehol se kulcs. Én teljesen kiégek. Sehol nincs a kulcs. Na jó. Végignézzük még egyszer, nem érdekel. Melyikben van a kulcs? Sehol nincs kulcs. Komolyan, sehol nincs. Én kiégek. Én teljesen ki fogok égni. Nem, srácok, egyikben sincs kulcs. Végignéztem az összeset kétszer. Tehát kétszer még végignéztem az összeset. És egyikben se volt a kulcs. Hát ez csodálatos. Woof, mondjad. Mondjad, kis. Majd itt van a kemencébe? Melyikbe? Ebbe? Jaj, de jó. Istenem, hát ez nagyszerű, jó van. Egyikbe se találtam meg, de én abban szerintem már megnéztem. Nem tudom, mindegy, jó van. Menjünk tovább. Tudjátok, nem érdekel az utolsó átállásom most már, igazából tökre nem érdekel. Vagy nézzük, jó? Mindegy, nézzük meg. Jaj, hát ez könnyebb lesz, de nem tudom, ki csinálta komolyan ezt a izét. Na, ez nem. Jó, hát ez csodálatos. Srácok, nem értem, hogy miért nem találjuk meg. Nem értem, hogy miért van az, hogy soha nem találjuk meg. Istenem, utolsó szélsőbe, abba se, ebbe se, megvan, jó. Nagyszerű, megint kb. Az utolsóban, mind a háromnál kb. Az legeslegutolsóban találtam meg, amit kb. Kinyitottam, hát ez csodálatos volt. Na jó van, jó, oké, és ilyen csillés cucc, nagyon jó. Na go, oké, nem így terveztem, ezt nem így terveztem, jó. Ez mi? Ez ki találta ki? Ezt már megint ki találta ki? Rárakom és lesúszik. Nagyszerű. Hát ez tényleg tökéletes. Na jó van. Gyerünk, menjünk előre. Nem tudom, ezt kitaláltak ide. Na jó, gyerünk.
nézzük meg, hogy akkor most felmegyünk a Csillével. De hogy hamarosan most már találkozunk, mert most már nagyon kezdem unni ezeket a küldetéseket, meg mindent. Szóval most már nagyon ajánlom, hogy itt legyen az ideje. Jaj, ez mi? Jaj, nem ahogy ilyen láthatlan labirintus. Jaj, Istenem. Nem tudom, ki húzza, ki akarja egy ennyire komolyan húzni az időmet. De látom, hogy nagyon élvezi. Jó, meg vagyok. A titkos bázis? Ja, a titkos bázis. Na nézzük. Ó, ne. Ó, ne. Még egy ilyen gyapjukeresős dolog is lesz. Hát ez csodás. Na jó van, megkeressük Pikpak szerintem. Megpróbálok minél gyorsan meglenni vele. Gondolom, hogy ládát kell keresni, hát mindig ládákat szoktunk az ilyen helyeken találni. Szóval remélem, hogy azt fogunk találni, és remélem most már... Ó, csapóajtó. Oké, nézzük meg. Oké. Wow, ez mi? Szegény ember. Wow, ez itt mi, srácok? Itt a szegény ember, és... Nem tudjuk úgy, hogy valami túlságos, hogy te mit keresel itt. Jöttem a cuccomért, kedves szegény ember. Hol van az cuccom? Itt... Oh, mennyi cucca van, te jó ég! Na jó van. Nem érdekel, én ezt vissza fogom venni. Mit ütögetsz? Hallod, mit ütögetsz? Hallod? Viszont ez a cuccomat, ne izéljél. Na, ide figyelj! Elloptad a cuccaimat! Mi van? Miért lopsz tőlem? Elloptad a cuccaimat, ember! Tehát ott voltam fent... Ott voltak a cuccaim, te bejöttél hozzám és költséget, és nem is vagy szegény. Tele vagy cuccokkal. Miért kellett hazudnod, de komolyan? Én most kajak nem értem. Hát tudod? Mi az? Ezek mások cuccai. Milyen mások cuccai? Te vagy itt. Lehet látni, hogy ez te vagy itt. És miért lopném? Akkor meg miért loptad el a cuccaimat? Ha? Miért raboltál ki? Mondjad. Kiraboltam a többi falusit is. Nagyszerű, ettől most boldognak kéne lennem? Na, figyelj! Figyelj szépen! Mindent visszaadsz. Mit csinálsz? Ne hidd azt, hogy én PvP-zni fogok veled. Ne hidd azt, hogy PvP-zni fogok veled, mert te fogsz rá fázni. Na! Ide figyelj! Hazudtál, loptál minden izé. Na! Figyelj! Szépen ezeket az összes cuccot, amit te elloptál, vissza fogod vinni szépen a falusiaknak. Vagy kívom rád a rendőröket, és akkor te leszel hatalmas nagy bajban. És kétlem, hogy most szabadulnál ki. Szóval szépen ezt el fogod intézni. Nagyon állom, rendben, visszaadom, ígérem. Ne csak, hogy ígért, most csináld, gyerünk! Tehát látni akarom, és sajnálom. Hát, csodálatos. Tehát itt van, srácok, egy ember, aki szegénynek adja ki magát, közben full gazdag, és mások cuccait lopja el. Hát ez valami tényleg... Jézusom, mennyire izé emberek vannak. Itt kell felmenni? Na jó van, szépen menj akkor előre. Nem akarok én itt izélni. Jaj, Istenem, srácok, ez most nagyon-nagyon fejlegestet. Ez írtozatosan nagyon fejlegestet. Na jó van. Jaj, Istenem. Hogy ilyen emberek tényleg hogyan és miért? Na, mindegy, nem is próbálkozom szerintem gondolkodni. Itt is van kis királyság, na! Szegény ember, látni akarom, hogy viszed szépen vissza őket, viszont addig srácok, én elköszönök, kösz szépen, hogy itt ebben a videóban, hogy tetszett, dobd egy like-ot, hogy fel a csatornámra. Kicsikét, lehet, hogy nem voltam most annyira ilyen felpörögve meg minden. Ez azért van, mert tényleg régen videóztam, meg kicsikét fáradt is vagyok, szóval bocsi, de remélem, hogy ettől függetlenül tetszett a videó, és ja! Szóval ennyi, és kezdjük a következő videó a Dani Minecraft nevű csatornámon, ott találkozunk, és ja, sziasztok!